Felvidékszerte zajlik a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjainak átadása. A Párkányi régióban 6 magyar tanítási nyelvű általános iskola első osztályos tanulói kapták meg a 10.000 forintos támogatást a napokban. A Szalkai magyar tanítási nyelvű alapiskola és óvoda ösztöndíját adó ünnepségén Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára hangsúlyozta, a magyar kormány a külhoni magyarok számára a születéstől a családalapításig igyekszik támogatást nyújtani, és a kormány tagjai magánszemélyként is bekapcsolódnak a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjába. A beiratkozási program, amelyet a Rákóczi Szövetség évek óta nagyon sikeresen visz, segít abban, hogy valaki magyar iskolát válasszon, hiszen aki magyar óvodát választ, az nagyobb eséllyel választ magyar iskolát, aki magyar iskolát választ, nagyobb eséllyel választ magyar középiskolát, aki magyar középiskolát választ, nagyobb eséllyel választ magyar egyetemet, főiskolát, és nagyobb eséllyel tudja megtartani, megőrizni a magyar identitását és a magyar közösséghez való tartozását. Ebben a tanévben a Felvidéken összesen mintegy 3600 gyermek részesül az egyszeri beiratkozási ösztöndíjban. A programot több mint 14 éve indította a Rákóczi Szövetség. Akkor a magyarul beszélő gyermekek szüleinek 20%-a választott szlovák nyelvű oktatási intézmény csemetéjének, mára ez az arány mérséklődött. Azt tapasztalható, hogy egyre inkább azok a régi rossz beidegződések, hogy Szlovákiában csak szlovák iskolában lehet érvényesülni, ezek egyre inkább változóban vannak, hiszen ma már 13-15% között van még azon szülőknek, családoknak az aránya, akik valamiért rossz döntést hoznak, amikor iskolát választanak, de arra törekszünk, hogy ez legyen egy olyan közügy, ami mindenki számára fontos, és hogy minél több család lássa be azt, hogy ha még vegyes családban is élnek, akkor is a legtöbb, amit a gyermeküknek tehetnek, az, hogy magyar iskolát választanak, hiszen ez nem csak a közösség, hanem az egyén szempontjából is szerintünk a leghelyesebb. A Szalkai Alapiskola az Alsó-Ipolymente falvaiban élő magyar családoknak és gyermekeiknek nyújt lehetőséget az anyanyelven való tanulásra. A diákokat nap mint nap iskolabusz állítja, jelenleg 6 településről járnak ide a tanulók. Az iskolát 102 diák látogatja, bízom benne, hogy a közeljövőben, ha ezt megtartjuk és esetleg tudunk egy picit gyarapodni, ennek nagyon-nagyon örülök. Szeptembertől az óvoda ide költözött, úgyhogy a napjaim most már közösen telnek, bízom benne, hogy közös programokkal, iskola előkészítő programokkal tudjuk majd csábítani nem csak a helyi óvisokat, hanem a környező falvak óvodásait is. Az iskola kihasználatlanul álló termeit a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében újította fel az önkormányzat, így a közös igazgatású iskola és óvoda a tanév elejétől egy épületben működik.